No hát, Balázsovics Edit már itt is van a stúdióban. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és Bubics Ádám, ugye, aki a Pozsonyi Pikniknek a főszervezője. Tavaly is találkoztunk, szinte majdnem ilyen hasonló felállásban, és mindjárt beszélgetni fogunk arról, hogy most 10. alkalommal hogyan is képzeljük el, hogyan vágtok neki Pozsonyi Pikniknek, de előtte. Ugye itt volt nálunk ma Károlyné Hanna, és olyan érdekesen, különlegesen beszélgettünk ugye arról, hogy a Károly ugye a férje tulajdonképpen megkapta ezt az emlékműdíjat, vagy életműdíjat, hogy ugye úgy fejezte be a beszélgetést, hogy itt vagy te, mert látod kint az előtérbe, és hogy mesélj nekünk arról, hogy milyen volt ma Károly egy dolgozni. Mit lehet mondani, fantasztikus volt a tanár úr. Egy gyors, aztán áttérhetünk a piknikre. Ugye, mint rendező, oda jött hozzám, hogy azt mondta, hogy akkor most egy kicsit beszélgessünk a szerepről, és hogy menjek föl hozzá, mert muszáj ezt átbeszélni, mert ez így nem jó. Fölmentem, 20 pár éves voltam, mit kérsz? Viszki? És akkor rémülten kértem egy viszkit, amit túl meg is iszogattunk, és hát fantasztikus dolgokat mondott ott, ezt egy órát beszélgettünk a darabról, a szerepről. Szóval, hogy ő nagyon színészcentrikus volt. Ezt akartam róla mondani tulajdonképpen, hogy azért ez nagyon ritka, amikor valaki azt mondja, hogy gyere, rádáldozom a szabadidőmet, és ott fogjuk ezt átbeszélni, és elmondom, hogy mit gondolok. És nagy szeretettel, és nagy önbizalom öntéssel tett. Ő az a fajta rendező volt, aki azt mondta, hogy nagyon jó vagy, fantasztikus, nagyon jó, amit csinálsz, de akkor még, hogyha igen, ez lehetne. Na jó, hát akkor kössünk el, színészekből nem lesz hiány a Pozsonyi Pikniken sem, idén sem. Ugye ez a 10., ezt már Robi mondta, ami egy nagyon szép kerek szám. Miben lesz más, milyen újítások várhatók? Hát visszakapcsolódnék először is az előző mondat, hogy színészcentrikus ez a rendezvény is, abszolút. Mi nem vagyunk azért olyan híres és annyira jó rendezők, mint... De így szeretnénk olyanok lenni. Tehát van, még jó, hogy vannak ilyen jó példaképeink, ez egy kicsit más rendezés, ugye, mint egy színdarab vagy egy színház, de gyakorlatilag ezt a rendezvényt is meg kell rendezni, meg kell koreográfálni, és ha a színészek nem érzik jól magukat, akkor a rendezvény is más lenne. A színészek úgy tűnik nagyon jól érzik magukat a pikniken, a közönség is úgy tűnik, hogy jól érzi magát, ebből jön össze egy olyan évről évre megújuló paletta, ami miatt minden évben érdemes kilátogatni a piknikre. Na, nem a sztárokra fókuszálunk alapvetően, pedig nagyon-nagyon sok sztár van, hanem hogy együtt lehetünk a sztárokkal, akik ugyanúgy emberek, csak egy kicsit más dolgokat tudnak, mint hogy én sem. Elég fura lenne valószínűleg, bár nem próbáltam, hogy fölmegyek a színpadra, abból misül neki, viszont vannak nagyon jó emberek, akik ezt meg remekül fogják prezentálni. Rendkívül népszerű rendezvényről van szó, azt hozzátehetjük, de azért mégiscsak csináljatok úgy kedvet azoknak, akik még nem jártak mondjuk a Pozsonyi Pikniken, tehát hogy kikkel lehet találkozni, miért lehet velük találkozni, mi minden történik ott. Te például ugye... Hát ez egy kulturális utcabánám, tehát tulajdonképpen nem igaz, hogy nem vagytok jó rendezők, ez a fantasztikusan kinőtte magát, ez a Pozsonyi útról indul, de most már hatalmas, és hömpölyög a nép, és közben mindenféle színpadokon történik minden. Én a Víg Színház színpadánál leszek, mert most visszaszerződtem a Víg Színházhoz, és akkor újra. Egyébként, amikor színészként voltam, akkor a Popfesztivállal voltam a Pikniken szintén a Víg Színházzal, tehát nekem a Piknik az a Víg Színházhoz, mint színész kapcsolódik. Hát egyébként meg mindenki jön, megy, ezt lehet nézni, azt lehet nézni, szerintem egy fantasztikus szombati program. Na jó, de mit fogsz csinálni? Azt mond, nekünk már megmondtad. Én dedikálni fogok, igen, 11-től lesz este 7-ig dedikálás, ahol én is és a kollégáim is szépen beosztva fogunk, és beszélgetünk a nézőkkel, és dedikálunk, tehát, hogy egy személyes találkozás a nézőknek a Víg Színház színészeivel. Azért egy-két konkrét kulturális programot, koncertet, fellépőt említsünk meg, amire különösen büszkék vagytok, hogy most összejön. Hát mind a 200 programunkra nagyon büszkék vagyunk. Annak ugye azt mondtátok, hogy most akkor ne olvassam be. Az elejét azért elmondom. Hagyományosan a kerületi zeneiskolával kezdünk. És a vége, a zárója a Rakpart színpadon Szörényi Levente lesz, aki idén lett a 13. kerületnek a díszpolgára. A
parkszínpadon, a Szent István Parknál, ott pedig egy nagyon kedves régi helyi, úgymond helyi zenekarunk, az Önként és Dalolva Társulat, szintén házi buli zenével. De amiért, ugye kérdeztétek, hogy miért jöjjön el valaki a piknikre, szerintem az egy négyzetméterre jutó kulturális programok száma a pikniken jelenleg a legmagasabb talán az országban. Úgyhogy itt van dedikálás, színházak föllépnek, énekesek fellépnek, versek hangoznak el, nagyon sok dedikálás, író-olvasó találkozó, vagy csak egy egyszerű beszélgetés. Ugye itt nem csak az van, hogy a színpadon föllép a adott művész, és utána eltűn, hátul beosson, majd hátul kisosson, hanem gyakorlatilag onnan megy fel az adott színháznak a sátrából, és utána oda is tér vissza, és ugyanúgy lehet vele találkozni az utcán, lehet találkozni vele. Tehát egy sokkal kötetlenebb forma, és ezáltal sokkal inkább együtt tud élni a rendezvény a közönségével, mint csak egy szimpla előadás nézni. Nem, mint hogyha ez lenne a legfontosabb, de hát ez mégiscsak egy ingyenes rendezvényről van szó, és a tekintetben kérdezném, hogy hogy képes nem csak hogy talpon maradni egy ilyen kezdeményezés, hanem folyamatosan fejlődni és bővülni. Hát addig tud a piknik, bármilyen piknik addig tud ugye életben maradni, amíg arra az úgynevezett kis pokrócra a vendégek hoznak valamit a kosarokban. Amíg a színházak, a különböző partnerek, kulturális szolgáltatók és a közönség hoz valamit, valaki ugye a jó kedvét hozza, valaki ennivaló, ugye van a zsíros kenyér, mint hagyománya a rendezvénynek. Igen, a becsületkasszával. Hát addig, amíg hoznak valamit erre a rendezvényre, amíg a közönség hoz valamit, addig ez tud fejlődni, tud változni, érdekes lesz. Amikor elfogy, és nem lesz vendég a terítéknél, az asztalnál, akkor véget ér. Már azon bőven túl vagyunk, hogy ez csak a 13. kerület. Nek a rendezvénye lenne, ugye? Olyan értelemben, hogy jönnek mindenhonnan, akár vidékről, agglomerációból is erről. Igen, itt a kezdeteket igazából a kerület kormányzat így fölkarolta, adott egy olyan segítséget, amiből gyakorlatilag tényleg fővárosival, de hát vidékről és külföldről is nagyon sok csoport érkezik, tehát az információs pontokon arra is kell figyelnünk, hogy több nyelvet beszélő önkéntesek legyenek, mert, és érdekes van, hogy a program alapján nem számítana rá az ember magyarul, magyar nyelven folynak a programok. Ennek ellenére is ez jelzi a pikniket, amiért érdemes, hogy a hangulat magával ragadja bármilyen a nyelven beszél a közönség. Paradést tesz a felhozatal közben, hogy puskázok itt a lapotokban, még azt gyorsan mondd el nekünk még egyszer, meg a nézőinknek, hogy akkor veled mikor találkoznak? Velem 11-kor találkoznak a pikniken a Víg Színház részlegénél, én ott fogok dedikálni, beszélgetni a nézőkkel, és egyébként még azt szeretném elmondani, hogy 4-től 5-ig a nagy színpadon lesz műsor a piknik keretén belül a Vígben, ahol a jövő évi darabokból lesz felolvasás, és a Szent Jenikő konferál. Szuper, hát nagyon szépen köszönjük. És akiknek még mindig nem volt elég a sztárokból, lesz ott még egy sztár. Róna Jágon is ott lesz, és Somos András is ott lesz. Tényleg, az ATV színeiben. És ott gyere te is, és akkor már tényleg mindenki vendégnek, ott lesz. Igen, szóval velünk is lehet ott majd 3 óra után találkozni, meg egyébként a 168 óra is ott lesz, ott is ott leszek fél lábbal. Hihetetlen. Úgyhogy szombaton nagyjából 10-től az újpesti rapparton. Köszönjük szépen. Köszönjük.